10 évvel ezelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indult el a sérült tanulók versenyrendszerében a kosárlabda mint sportág. A szervezők ezzel a sportrendezvénnyel emlékeznek az iskola névadójára, Bárci Gusztáv gyógypedagógusra. Szendre Istvánné, a Szabolcs-megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségének elnöke kiemelte. Ez a sportrendezvény egy ösztönző program is egyben, amely segít a fogyatékkal élő gyermekek körében megszerettetni a kosárlabda sportágat. A mai rendezvényünk, ez egy elindítója tulajdonképpen a sportágnak a megszeretetésére, ami sérült tanulóink körében, és mint elmondhatom, hogy a mi gyerekeink között is vannak nagyon ügyesek, tehetségesek, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egymással tudnak versenyezni, látják azt, hogy ki mire képes, a szabályokat be kell tartani, egymásra kell figyelni, és kedvet kapnak azok is, akiknek most ugye még elég nehezen, gyengébben megy a játék. A csütörtöki sportrendezvényre 3 megyéből érkeztek játékosok, Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből. Az eseményen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy minél több sportágban kipróbálhassák magukat, ez minden egészséges és fogyatékkal élő gyermekre egyaránt igaz. Most ugye itt a fogyatékosok Diákolimpiai megyei döntőjén vagyunk kosárlabda sportágban. Számukra nagyon fontos az, hogy a saját közösségeinken belül is meg tudják mérni magukat, és tudjanak olyan versenyhelyzetben felmenni a pályára, amely számukra is úgymond egyenlő esélyeket biztosít, és valóban a saját közösségeiken belül a saját sorstársaikkal tudjanak a pályán megküzdeni, és ez én biztos vagyok benne, hogy sokat számít a több szempontból is. Egyrészt a baráti kapcsolatoknak a kialakulása szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig az egészségük szempontjából is nagyon fontos, hiszen a sport az egy olyan része az életünknek, amely nélkül nem igazán lehet élni, és nem is szabad élni, és ez a fogyatékkal élőkre úgy gondolom, hogy ez többszörösen igaz. A mostani sportverseny is ezt a célt valósítja meg, hiszen a sportolás keretein belül úgy segíti az egészséges életre neveléshez, illetve a társadalomba való beilleszkedéshez a fogyatékkal élő gyerekeket, hogy közben baráti kapcsolatokat is kialakítanak, és valóban közösségben tudják élvezni a sport adta örömöket.